Kedves kollégák, magamra vállaltam ezt az igen hálás vagy hálátlan szerepet, hogy itt a műsorrend végén egy kis felvezető szöveggel némi, hát hogy adok-e is jó értékelést a pillanatnyi helyzetről. Alapvetően ez egy olyan feladat, amit valahogy nem mertem teljesen magamra vállalni. Ezért kértem némi segítséget, és még mielőtt elmondom a mondandómat, azt elárulom, hogy itt a segítséget azoktól kértem, akik ebben az eseményre bejelentkeztek, és olyan vállalkozástól érkeztek, ahol valamiféle fafeldolgozó tevékenység zajlik. Az előadás meghirdetésekor, ugye ez... Úgy írtam le, kicsit provokatívan, hogy fapiaci folyamatok, helyzetértékelés, hol és ki a hazai faipar, illetve fűrészipar hangja. És majd egy kicsit később kitérek, hogy miért is fogalmaztam így. A Fagosz, bocsánat. Még ez sem működik ma, ez ilyen nem működő nap. Ja, Fagosz most már több mint 30 évvel ezelőtt három fő céllal alakult, erdőgazdálkodás és faipar ismertségének, elismertségének bővítése, a fa felhasználás bővítése, a fa mint anyag népszerűsítése, és harmadik a fagazdasági vállalkozások vitalitásának és vonzerejének javítása. Szerintem tudjátok jól, hogy ennek már jó néhány éve zászlós hajója az a hírportál, amit Fatáj néven működtetünk. Heti hírlevéllel segítjük, 850 valahány hete rendszeresen küldözgetjük egy elég nagy reprezentatív körnek. Több mint 16 ezer e-mail fiókban csattan hétről hétre ez a levél. Ugye Magyarország erdőállománya közel 25 vagy 25,4 százalék, 2 millió hektár erdő, 412,5 millió köbméternyi élőfa tömegből, durván évente 6,5-7,5 millió bruttó köbméter kitermelés keletkezik, ami ugye a hasznosíthatóság felhasználás szempontjából egy része, egy kis része csak az, ami ipari fa, fűrészelhető, vagy fűrészáru, illetve lemezipari alapanyagnak számít, vagy rostfa, papírfaként a papírgyártásban a nyomdaipar felé eltérül, és a maradék, hát durván fele, vagy talán már kicsit nagyobb hányada, az energetikai célú választék. Hát egy relatív kis fa tömeg feldolgozásával lehet számolni, amelynek szintén az adottságai ugye szemben a nagyon erdősült és más fafaj összetételű országokkal egészen mások, hiszen alig van fenyő, és ami van az utóbbi években, sajnos az is mind pusztulásnak indult. Nem túl nagy tehát ez a szegmens, mégis azért vannak jó néhányan, több tucat olyan cég, aki ebben a lehetőséget lát, vagy látott, és működtette a vállalkozásokat. Ugye, hát közel 250 vagy 260 fűrészüzemről tudunk mi, amely pillanatnyilag ugye működik Magyarországon. Körülbelül tavasszal megkeresett egy a fűrésziparosoknak beszállító szalagfűrészt gyártó, karbantartó cég, hogy hát tudom-e én, hogy milyen nagyon nagy baj van ebben a fűrésziparban. Mondom, sejtem, hogy vannak gondok, vannak problémák, de hát mégis, hogy milyen nagy a baj. És ő váltig állította, hogy itt már minden megállt, mindenki bezárt, és vége van ennek a történetnek. És hát úgy gondoltam, hogy oké, hát nem olyan nagy létszám ez a 250 cég, hát megkérdezem őket, és alapvetően
Ez a megkérdezés nem első alkalom volt, hanem ezt tesszük már jó néhány éve, több fordulóban, különböző témákban. Ahogy látszik, itt kivetítettem egy 2023-ban készült a röntgenfogyasztásra vonatkozó kérdőívünknek a feldolgozását, amiből sajnos most annyira nem látszik, de durván 1,5 millió köbméternyi összes feldolgozott fatömeget tudtunk mi összesíteni. Ez az idei kérdésem alapján furcsa mód 2024-ben ez az összesítés nem sikerült. Bárhogy próbáltam több fordulóban szóra bírni az érintett vállalkozásokat, nem voltak hajlandók ebben együttműködni, és pusztán egy nagyon egyszerű kérdésre választ adni. Vagy legalábbis nem olyan arányban, hogy az valóban értékelhetővé váljon. A elérhető források alapján egy kicsit próbáltam körüljárni, hogy mi az, ami látható, biztosan látható, vagy tapasztalható, mérhető. Ugye, ha nem tudok tőlük direktben statisztikát szerezni, akkor áttételes módon a hozzáférhető és rendszeresen havi adatszinten hozzáférhető adatok, azok az alkalmazotti létszámadatok. Mert az árbevételre utalók, amik szintén csak áttételesek és nem a tényleges feldolgozással kapcsolatosak, azok hát fél év, egy év késedelemmel lehet hozzájuk férni. Mindenesetre a számadatokból én itt néhány grafikon csak a erdőgazdálkodás ágazatra, a fafeldolgozás egészére, csak a fűrészárugyártásra, én itt nem a nyomdaipart, hanem a bútoripart kapcsoltam még a fagazdasághoz, de mindenképp a grafikon vége az, ami érdekes minden esetben. És hát a három erdőgazdálkodás, fafeldolgozás és bútoripar összesített alkalmazotti létszámadatait láthatjuk a képernyőn havi bontásban. Látható, hogy a 2020-as COVID időszak hozott egy nagyon nagy arányú esést, beszakadást, ami egy kicsit helyrejött, viszont 2023 harmadik, vagy nyarától, vagy harmadik negyedévétől egy folyamatos létszámcsökkenés van. Ez nehéz lenne letagadni, valószínűleg a cégek ugye a bedőlés ellen a költségeik csökkentésével így próbálnak megoldást találni a nehéz helyzetre. Nehéz helyzet, én azt gyanítom, hogy leginkább a legkülönbözőbb piacok beszűkülése, megtorpanása miatt alakult ki, és itt nem szűkítem a kört, mert én úgy érzékelem, hogy mindenféle késztermék, végtermékpiac beszűküléséről beszélhetünk. És hát ez egy korábbi díja nálam is, ami már vetítettem, hogy az ágazatfejlesztés milyen sorokon lehet elképzelni, megvalósítani, vagy együttesen. Ezekben a pontokban ugye hatékonyságnövelés, ehhez mindenképp kell technológiai fejlesztés, a hazai fatermékek, hazai előállítású termékek preferálása, amiről szó volt itt a mai előadásról legelején, egy nagyon fontos témakör, illetve a helyettesíthető innovatív fatermékek fejlesztése, ami a most még domináns fenyő lehetséges kiváltó termékeit ki tudná fejleszteni és piacra tudná dobni, illetve mindezeknek a marketingje és a közönséggel, a felvevő piaccal való kommunikáció, hogy válasszák, döntsenek a fenntartható termékek, a fenntartható fatermékek, körforgásosan előállítható fatermékek, kis szép lábnyommal előállítható fatermékek közéből. Amire én itt utalok ezekben a mondatokban, az, hogy ugyan 30 sok éves már a szervezetünk, de van egy olyan szituáció, amit
Hát lehet, hogy a mi kommunikációnk sem tökéletes, vagy biztos, hogy nem az, de számomra nem érthető, nem értelmezhető, miért van az, hogy az az ágazat, amely nem túl nagy szereplői számú, de létezik, hosszú évek óta, évtizedek óta létezik, miért nem hallatja a hangját, miért nem próbál a saját túlélése jobban prosperálása érdekében tenni valamit, vagy hát lehet, hogy tesz, csak ez valahogy így nem jelenik meg. És hát ennek miért nem szervezi meg magát a hazai fűrészipar? Mondhatom így is a kérdést. Miért nem csatlakozik működő szervezetekhez, miért nem hoz létre önálló szervezetet? Ugye nem publikáltuk, de egy agrárminisztériumi megbízás alapján készült tanulmány, háttértanulmány része volt az a osztrák faipari cselekvési terv, amit 2022-ben csináltak meg közeli szomszédaink, 80 oldalas tanulmány, ami ugye itt most a nemzeti faipari stratégiaként is akár fölfogható, hogyan menjünk előre. Kétségtelen tény, hogy az ő összfatömegük 1,2 milliárd köbméter, az ő fakitermelésük 20 millió köbméter per év, picivel nagyobb, meg kicsit homogénebb, mint a miénk, eltérő, és az ő szövetségükben 1200-1300 faipari fafeldolgozó vállalkozás évtizedek óta együttműködve dolgozik a saját jövőjük érdekében. És én valamiért azt látom, gondolom, hogy ez itt Magyarországon nem akar összejönni. Ez az, amit úgy gondolom, hogy mindenképp kell róla beszélnünk, és valamerre ezt el kell tudjuk mozdítani. Lehet, hogy nem a mi dolgunk, de valahogy mégis úgy gondolom, hogy mégis. Hogy körülbelül az én ilyen nyitó beszéden felvezetésem ez ennyi lett volna, és arra kérek mindenkit, ahogy már a levélben tett felkérésemben minden jelenlévőt, azokat is, akit már megszólítottam, és persze azokat is, akik esetleg ötletet kaptak, hogy ehhez a témához mondják el a véleményüket, mondjátok el a véleményeteket, hogy mit láttok, mit gondoltok, mit éreztek ebben a kérdéskörben.